Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy mikrotikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok. Vágjunk bele! Sziasztok! A mai mini rész natolásról fog szólni. Feltehetném rögtön a találós kérdést, hogy egy IP csomag fejlécében hány IP cím van? Hát kettő. Nyilván ezért két olyan natolási eljárást fogok tudni ismertetni, amely ezen címeknek a megváltoztatásával fog foglalkozni, hiszen valójában a NAT erről szól. A Source NAT az IP csomag lévő forrás, míg a Destination NAT a célcímet fogja megváltoztatni. Ennek megfelelően két nagy kategóriába sorolhatjuk az eljárásainkat. A célcímek megváltoztatásával foglalkozó eljárások jellemzően mondhatni, hogy a port forward típusú halmazt fogják képviselni, míg a másik halmaz, ahol az IP címemnek a forrás címét megváltoztató eljárásokat használom, azok jellemzően arra lesznek használatosak, hogy a hálózatomat elrejtsem a világ elől, mert ott privát IP cím tartományokat használok. Munkáink során sajnos sokszor találkozunk olyan hanyagul létrehozott NAT szabályokkal, amelyek inkább kárt tesznek, vagy inkább kárt okoznak a felhasználónak, mint hasznot. Mutatok most pár ilyet, és hogy hogy tudjátok őket rendesen hozzáigazítani a mindennapi igényeitekhez. Először nézzük meg a source NAT csoportot, ugye, amik a forrás cím megváltoztatására irányulnak. Itt látható egy szabály, ami jellemzően sajnos pont ez az elhibázott, túlságosan laza forrás cím megváltoztatást végez, hiszen látjátok, hogy mindössze két feltétel van a szabályban, SRC nat van létrehozva, és egyszerű maszkolidek rendelkezik. Sajnos, az ebben az esetben mondhatjuk, hogy egy hibásan működő, vagy túlságosan lazán konfigurált NAT szabály, hiszen ez minden irányba haladó csomagon fog változtatásokat végezni, akár az internetről befelé tartó, vagy a belső hálózatunkról az internet felé tartó, vagy akár a VPN-ek felé tartó, vagy onnan befelé jövő csomagokon is. Biztos, hogy valójában nem ezt szerettük volna. Egy maszkorét szabály akkor jó, hogyha az megfelelően illeszkedik arra a forgalomra, és arra a kifejezett irányultságra, amit szeretnénk megvalósítani. Képzeljük el, hogy a belső hálózatunkat szeretnénk egyszerűen csak az internetről elrejteni, azt a publikus IP címünk mögé natolni. Ebben az esetben illik legalább az out interface-t, vagy a source address-t megadni, mint paramétert. Ebben az esetben az eljárás csak azokra a kapcsolatokra, azokra az irányokra lesz érvényes, amire azt tényleg szántuk. Gyakran kérdezitek, hogy miért nem lehet in interface-t megadni. Sajnos ez a fajta címfordítás a router paket flow diagramjának egy olyan szekciójában történik, ahol az információ már nem áll rendelkezésre. Ha meg is próbáljátok, akkor a router ezt egy hibaüzenettel fogja megjutalmazni. A router, ami előttem van, VPN kapcsolatokat is végződtet. Ha ezt a nagy szabályt csak ilyen lazán itt hagynám, ahogy az volt is korábban, a rossz állapotban, akkor a következő történne, az itt ezen a VPN interfészen belépő forgalom, ami mondjuk a belső hálózaton felé tart, az is el lesz rejtve, Mégpedig kitalálhatjátok, hogy milyen IP cím mögé, hát a mögé az IP cím mögé, ahol a forgalom kilép. Tehát ebben az esetben mondjuk az itt LAN-nal jelölt interfész mögött lévő hálózatom a VPN kliensemnek a forgalmát a router LAN interfészén lévő IP címről fogja, fogja látni. Ebben az a probléma, hogy mondjuk ez egy webszerver vagy valamilyen vállalati alkalmazás, az azt üzemeltető nem fogja tudni megmondani a logokból, hogy melyik VPN felhasználó próbálta meg elérni az alkalmazást, hiszen a logfájlokban forrás címként mindig a router LAN oldali IP címe fog szerepelni. Ez pont egy ilyen hiba, ami miatt nem szabad lazanat szabályokat használni. Mi a helyzet a Destination Nut Chain-ben, ugye mikor magát a célcímet változtatjuk meg, említettem, hogy ezek a port forwardinghoz tartozó eljárások. Itt jellemzően azt a hibát követjük el, hogy nem határozzuk meg, hogy csak mely irányból belépő forgalmakat szeretnénk átirányítani. Ha az én feladatom az, hogy a webszerveremet elérhetővé tegyem a hálózaton, és annak a 80-as, illetve 443-as portjára bejuttassam a forgalmat az internet felől, akkor illik megadni legalább egy in interface vagy esetleg egy destination address hogy milyen címre érkeztek azok a csomagok. Esetleg, ha több publikus IP-címem van, akkor melyik publikus IP-címmel landoltak, amikor a rutámerre megérkeztek. Ellenkező esetben, ugye ha az előző példát újra elővesszük, a VPN interfészen vagy akár a LAN interfészem irányából jövő csomagok is átirányításra kerülnek, nem feltétlenül ez volt a cél. Ez utóbbi jelenség, hogy LAN vagy VPN-ről is működjön egy portforward, amúgy is szül egy speciális hibát, amiről majd egy következő részben fogok nektek mesélni. Sziasztok!